Ami hazánk elnök helyettes országgyűlési képviselő, Duró Dóra, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Trencsényi Dávid újságíró kolléga, a harmadik kérdező ma reggel. Dávid, parancsolj! Jó reggelt! Remélem, a hangom is eljött velem ma reggel. A Mi Hazánk mozgalom EP listáját Torockai László is önvezeti, miközben már előre megmondták, hogy nem óhajtanak Brüsszelbe menni. Pont az ATV stúdiójában Torockai László azzal indokolta azt, hogy ez nem átverés, hogy az ő és az ön népszerűsége, ismertsége, az meghaladja a párt ismertségét. Ha elfogadjuk azt, amit elnök úr mondott, és ő és ön ismertebb, mint maga a párt, akkor ezen logika szerint az, aki majd önökre szavaz, az azért fog önökre szavazni, mert azt gondolja, hogy hát ez a Torockai Laci, ez egy nagy betyár, majd megmutatja Brüsszelnek, hogy merre van az előre. Ez a Duró Dóra félkézzel befóliázza az LMBTQ lobbit, mert nem a pártra tud szavazni, hanem önökre. Szerintem pont őket téveszti meg, és akkor finom voltam. Szerintem egy korrekt eljárás a részünkről, hogy ezt már az első bejelentő sajtótájékoztatón is elmondtuk, hogy nem kívánjuk átvenni a mandátumunkat, hogyha sikerül azt megszerezni. Így minden választópolgár számára ez világos lehet. Ugyanakkor sajnos tapasztaljuk azt, még parlamenti képviselő társaink részéről is, hogy sokan még a Jobbikhoz kötnek minket, és úgy gondolják, néha ki is csúszik ilyesmi a szájukon, hogy mintha jobbikos politikusok lennénk, és ezért nagyon fontos azt a választók számára is megerősíteni egyértelművé, tenni, hogy melyik párthoz tartozunk. Valóban a mi pártunk az 2018-ban alakult, tehát csak úgymond csak 6 éve vesz részt a magyar közéletben, még mind a kettőnknek mondjuk a politikai pályafutása az régebbre nyúlik vissza, ezért is nagyon fontos ez, hogy egyértelműen azonosítható legyen a pártunk. Másrésztről pedig, hogyha megnézzük azt, hogy mekkora médiafelülettel tud gazdálkodni a Mi Hazánk mozgalom, akkor ismételten a médiatanács kimutatása alapján elmondhatjuk, hogy a legelhallgatottabb párt vagyunk Magyarországon. A médiatanács ugye a főbb televíziós és rádiós hír műsorokat, politikai hírműsorokat méri, és abban, miközben a közvéleménykutatók nagyságrendileg 10%-ra mérik a támogatottságunkat, a hírműsorokban való megjelenésünk alacsonyabb, mint 2%, az összes parlamenti párt közül a legkevesebb, tehát minden felületet meg kell ragadnunk arra, hogy eljutassuk az üzeneteinket a választók. Na most ezen a statisztikán éppen javítunk. De ha már, mit kezdenének az Európai Parlamentben? Miközben azért eléggé szkeptikusan állnak a parlament működéséhez, meg az unióhoz magához is. Ezért is kértük fel dr. Borvendék Zsuzsannát arra, hogy a Mi Hazánk európai parlamenti képviselője legyen. Ő szerepel a lista 3. helyén, és ilyen értelemben, hogy elnök úr és jó magam nem vesszük át a mandátumunkat, ő az első kijutó, aki történészként a kádári időszakot kutatja, és leleplezéseket, feltárásokat tett erről az időszakról a tekintetben, hogy hogyan rabolták ki globalista hálózatok Magyarországot, miközben egy éles politikai szembenállást mutattak be a Nyugat-Európa és a kommunista világ között, aközben a háttérben ez a gazdasági együttműködés ezeken a hálózatokon, impexeken keresztül rendkívül hatékonyan működött, és most is hasonlót tapasztalunk Magyarországot, elsősorban gazdasági, de mondhatjuk a politikai vetületet is, igyekeznek kirabolni a Magyarországon jelenlévő multinacionális cégek, például, és ezt Orbán Viktor is elismerte, több pénzt, profitot visznek ki az országból, mint amennyit az Európai Unióból Magyarország úgymond támogatásként, bár nem szeretem ezt a szót, hogy az támogatás, de amennyit megkap. Tehát valójában az Európai Uniós tagságunk, mondhatjuk, hogy Németországnak jobban megéri, a német cégeknek jobban megéri, mint mondjuk a de hát ez nem ugyanaz, az egyik közpénz az Európai Uniós támogatás, a másik magántőke a cégek profitja. De az Európai Uniós támogatásoknak a jelentős része is multinacionális cégekhez jut, vagy fideszes oligarchákhoz, tehát a magyar emberek... Hát így rendeztük be ezt az országot? Hát nem mi, hanem a kormány részben, másrészt pedig az Európai Unió politikusai. Láttuk itt Ukrajna
Európai Uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdésekor is, hogy milyen nyomást helyeztek Orbán Viktorra, aki ez alatt a nyomás alatt megroppant és hozzájárult ahhoz, hogy az Ukrán-Európai Uniós csatlakozási tárgyalások meginduljanak, majd ahhoz is hozzájárult, hogy az Európai Unió 50 milliárd euróval támogassa Ukrajnát, miközben korábban arról beszélt a magyar miniszterelnök, nagyon erős szavakat is használva, hogy ő ezeket biztos, hogy nem fogja megszavazni. Ugye azt mondta, hogy a magyarra genetikailag nem hat a nyomás és hasonló bohózságokat, aztán néhány órával azt követően, hogy Orbán Viktor mégis kiment kávézni, ugye, és hozzájárult ezzel ahhoz, hogy az Ukrán-Európai Uniós tárgyalások meginduljanak. A kritikát hallottuk, a kérdés az volt, hogy mi az, amit tennének, mi az, amit el tudnának érni. A globalizmus helyett mi egy magyar nemzetgazdaságot építenénk fel, és ezt kell elkezdeni az Európai Unióban is. Egyébként vannak arra jó példák, hogy az Európai Uniós forrásokat ki hogyan tudta felhasználni. Például Lengyelországban az építőiparban óriási építőanyaggyártásban óriási előretörést láthatunk, és ez részben annak köszönhető, azok szerint, a szakértők szerint, akiket én meghallgattam ez ügyben, hogy ők jobban használták fel ezeket a forrásokat, és most már Nyugat-Európába is sikerült a lengyel. Jó, ezt értem, de a történészasszony a kádárkori tapasztalataival hogyan változtatja meg Brüsszelt és az Európai Unió működését? Hát egyrészt a politikai hálózatoknak a leleplezése és az ellenük való küzdelemben akkor tud Borvendék Zsuzsanna hatékonyan fellépni, hogyha ő maga is ismeri ezeket, ez az elsődleges szempont, és ezért esett leginkább rá a választásunk, hiszen nem nagyon tudom azt, hogy kortárs történész lenne olyan, aki jobban ismeri ezeket a hálózatokat nála. Másrészt pedig a mi hazánknak a programját is természetesen képviselni fogja, és ez a program arra épül, hogy egy magyar tulajdonú mezőgazdaságra épülő, és ezek a mezőgazdasági termékeket helyben feldolgozó élelmiszeriparra építjük fel a magyar gazdaságot, így nem menne ki a pénz Nyugat-Európába sem, ezeket a pénzszivattyúkat sikerülne megállítani, és ezeknek a jó minőségű, biztonságos élelmiszereknek piacot kellene találni. Torockai László beszélt arról az évértékelőjében is, hogy az öböl menti országokban óriási fogadókészség lenne arra, hogy magyar élelmiszereket vásároljanak meg, akár mézet, hogyha már itt szintén Ukrajna kapcsán a méznek a tilalmát is, miközben korábban ezt is nagyon meldöngetve ígérte a kormány, hogy nem fogja beengedni az ukrán gabonát, illetve az ukrán mezőgazdasági termékeket, így a mézet sem, most mégis megengedték, tehát mi ezeknek gátat szabnánk, és felépítenénk egy olyan gazdaságot, ami elsősorban az adottságainkhoz... Hát sajnos Magyarország mézimportra szorul, pont múltkor készítettem ez ügyben egy interjút, úgyhogy pontosan tudom, hogy alig termeljük meg azt, ami a minimálisan szükséges. Most már, de az adottságaink azok lehetővé tennék, hogy ennél sokkal jobb legyen a mezőgazdaságunk, és egyébként ugye a köztársasági elnök jelölés kapcsán, bár tudom, hogy már megvolt ez a választás ezen a héten, de Csat Magdolna volt a mi köztársasági elnök jelöltünk, aki közgazdász professzorként képviseli ugyanezt a szellemiséget és gazdaságpolitikát, hogy egyrészt ne a betonba, hanem az emberbe fektessen be az ország, és ez egy nagyon fontos gazdaság szemléleti különbség mondjuk a kormány és a mi hazánk között. Másrésztről pedig az adottságainkhoz igazodó politikát kellene folytatni a gazdaságban. Az, hogy ezek megvalósuljanak, ezek az elméleti elképzelések, az azért az kell, hogy kint az ember egy nagyon komoly lobbit tudjon véghez vinni, amihez viszont eléggé agilisnak kell lenni, plusz kellenek a politikai kapcsolatok is. Egy olyan ember számára, akinek jelenleg nincs meg ez a kapcsolati rendszere vagy hálója, hogyan tudnak arra teret biztosítani, akár a maguk személyén keresztül is, hogy a megfelelő emberekhez eljussanak, meghallgassák őket, és egyébként aztán az érvényre is vezessen. Ez már egy technikai kérdés a mi részünkről, és óriásit lépett ebben előre a mi hazánk az elmúlt években, hiszen remek külpolitikai kapcsolatokra sikerült szert tennünk. Első számú szövetségesünként ki kell emelnem már méretéből adódóan is az AfD-t Németországból, amelynek az Európai Parlamenti egyik jelöltje itt is volt a mi hazánk évértékelőjén is beszédet is mondott, illetve a bolgár újjászületés pártot is mondhatom, akikkel nagyon régre
visszanyúló kapcsolatunk van, és úgy tűnik, hogy az Európai Parlamentben is ezt az együttműködést tudjuk folytatni, de Hollandiában a Fórum a Demokráciáért párttal szintén remek kapcsolatunk van, tehát megtaláltuk azokat a szövetségeseket, akikkel ezt szeretnénk folytatni. A frakció alakítás nyilván egy fontos kérdés lesz az Európai Parlamenti választások után is, de jelen pillanatban úgy látom, hogy nem elképzelhetetlen, hogy új frakciók is létre fognak jönni, és ezért most még nem tudjuk megmondani, hogy melyik frakcióhoz csatlakozunk, de mindenképpen az általam említett pártok azok, akikkel szövetségben fogunk. Még mindig kiléptetnék Magyarországot a NATO-ból? Most a svéd NATO csatlakozásról volt ezen a héten szavazás. Ez kétségtelen, de ugye egy régi vágyuk az, hogy Magyarország lépjen ki. Igen, de ez nem egyik napról a másikra történne természetesen. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy a NATO hogyan működik, és ez Magyarország érdekeivel összhangban áll le, akkor azt mondhatjuk, hogy szerintünk nem, és egy olyan státusz felé kellene elmozdulnunk, amelyben Ausztria is van. Ugye Ausztria Magyarországgal szomszédos ország, és nem tagja a NATO-nak, mégis a biztonsága az teljes mértékben garantált. Tehát tudja, mi által garantált? A NATO által. Hát, hogyha nem, akkor ebből a szempontból én másképp látom ezt a kérdést. Tehát Svédország csatlakozása is sokkal inkább az amerikai-orosz konfliktusra vezethető vissza. És az, hogy a NATO működése gyakorlatilag az amerikai érdekeknek alárendelt, mind a szakmai működése, mind a politikai működése, ez szerintünk nem helyes, és nem szolgálja Magyarországnak. Ez nem pénzkérdés? Ki költ a legtöbbet haderőre, melyik országnak a legerősebb a hadereje, melyik ország tudja a másikat megvédeni? Hát nyilván nem mi az Egyesült Államokat, hanem ők minket. De ezt láttuk a számos alkalommal, hogy ez a NATO és az egész hadpolitikai kérdések sokkal inkább az Egyesült Államoknak a gazdasági érdekeit szolgálják ki, sem mint hogy egyes államoknak a megvédéséről szólna ez a szövetség, és azért elleneztük Svédországnak és korábban Finnországnak a NATO csatlakozását is, mert úgy gondoljuk, hogy ez inkább a harmadik világháború felé tett lépés, míg a semleges zóna kialakítása az nemzetközi érdek lenne, és Ukrajna NATO csatlakozását is éppen ezért ellenezzük természetesen. Hozzáteszem, hogy az, amit a kormánypártok ebben az ügyben folytattak, az egy szintén nagyon elítélendő színjáték volt. Úgy gondolom, hogy nagyon sok ember számára nyilvánvaló volt az első pillanattól kezdve, hogy a Fidesz támogatni fogja mind Finnország, mind Svédországnak a NATO csatlakozását, de egy színházat játszottak el, hogy azzal, hogy húzták az időt, és eközben még azt is sikerült elérniük, hogy Törökország ilyen mértékben semmibe vegye és kinyilvánítsa azt, hogy Magyarországot nem tekinti megbízható szövetségének, hiszen Orbán Viktor azt hazudta, és ezt most már szintén mondhatjuk múlt időben, hogy nem mi leszünk az utolsók, akik megszavazzuk Svédországnak a NATO csatlakozását. Itt nyilvánvalóan a törökökre gondolt, aztán a törökök mégis megszavazták a Magyarország gyűlés előtt, tehát a Magyarország gyűlés lett az utolsó, amelyik megszavazta Svédországnak a NATO csatlakozását. Semleges zóna létrehozásáról beszélt, arról a semleges zónáról, amit a Moszkva, Putyin, Oroszország akar a NATO és az orosz határ közé? Az, hogy Oroszország egy óriási birodalom, óriási haderővel, gazdasági potenciállal. Egy pillanat, itt álljunk meg, elnézést, elnök azt, hogy tegyük tisztába ezt az óriási gazdasági potenciált. Oroszország nagyjából Spanyolországgal egyenrangú gazdasági potenciállal rendelkezik. Oroszország évszázadok óta mondhatjuk azt, hogy egy sokkal hangsúlyosabb és politikai szereplője a világnak, mint Spanyolország. Tehát a gazdasági azonosságról beszélem, de hát... Tehát az, hogy Oroszországot egy mondjuk Spanyolországhoz hasonlítjuk, ez szerintem egy tévedés. Tehát az, hogy Oroszország az Európai Unió és a NATO határán lévő birodalom, ez így volt ezelőtt a háború előtt is, és így lesz az ukrán háborút követően is. Ez egy realitás, amit nekünk tudomásul kell venni, és mivel változtatni nem nagyon tudunk rajta, ezért ezt el kell fogadnunk, és ennek megfelelően kell Magyarországnak is a gazdasági és politikai mozgásra. Önök szerint inkább, hogy
Pekin, mint Brüsszel, inkább Moszkva, mint az Unió? Leginkább Magyarország. Tehát nekünk az az érdekünk, hogy ne függjünk, vagy minél kevésbé függjünk akár Brüsszeltől, akár Moszkvától, tehát egy szuverén magyar politikára van szükség, aminek az alapja az lehet, amiről az imént beszéltem, hogy egy erős gazdaságot hozunk létre, amely a legkevésbé függ mind a brüsszeli támogatásoktól, mind akár az olcsó orosz energiától, hanem a saját lábunkon állunk, és az, hogy Orbán Viktor gazdasági értelemben ezt nem teremtette meg, hanem most is például az akkumulátorgyárakat erőlteti, amelyek szintén most a Gödi eset kapcsán reméljük, hogy sok ember számára válik világossá. Ugye Gödön 88 tonna mérgező anyagot találtak a gyárban, a levegőben, és a dolgozók szervezetében is, illetve a nehéz fémekből a megengedett mennyiség sokszorosa volt megtalálható, tehát a környezetkárosítás és az egészségkárosítás az most úgy gondolom, hogy minden kétséget kizáróan bebizonyosodott, tehát ez a gazdaságpolitika, ami kiszolgáltatja Magyarországot akár Brüsszel számára, akár Kína számára, vagy akár Oroszország számára, az számunkra nem elfogadható. Nézzünk gyorsan egy rövid hazait a végére. Önök, akik állandóan ugye az LMBTQ propaganda ellen vannak, és elvileg szóval önöknek a gyerekvédelem, miért gondolták úgy, hogy inkább a készpénz használatról beszélnek az első parlamenti ülésnapon sem, mint a gyermekvédelem fontosságáról? A készpénzvédelem is rendkívül fontos, és éppen a most hozott a jegybank egy olyan rendeletet, amely visszaszorítja a kis falvakban a készpénz felvétel lehetőségét. Tehát eddig a rendelet úgy szólt, hogyha egy bankfiók megszünteti a pénztárát, akkor kötelezték arra, hogy két ATM-et hozzon létre ezzel párhuzamosan, az egyiket magában a bankfiókban, egy másikat pedig ugyanazon a településen, valamilyen központi forgalmas helyen, hogy az emberek számára ez elérhető legyen. Most megváltozik ez a rendelet, és most már nem is kell ugyanazon a településen létrehozni ATM-et. Akkor ez fontosabb, mint a gyermekvédelem? Nem mondanám, hogy fontosabb. A gyermekvédelem kérdéséről is beszéltünk ezen a héten az országgyűlésben. Tehát, nem mindegy, hogy ki mivel kezd. Ugye az a vád ért önöket, hogy még az ellenzéknek ugye az volt a legfontosabb, hogy erről a kérdéskörről beszéljenek, addig önök ezzel a másik. Szerintem az ellenzék nem a gyermekvédelem kérdéskörről, vagy a baloldali ellenzék nem a gyermekvédelem kérdésköréről beszélt, hanem Orbán Viktor felelősségét firtatta ebben a kérdésben. Tehát nem hangzottak el olyan javaslatok, mondjuk, amelyek a gyermekvédelmet erőteljesebbé vagy. Önöket Orbán Viktor tudni. Felelőssége nem érdekli ezek szerint? Hogy ne érdekelne minket, csak mivel ezen a héten egy két perces felszólalásnyi lehetőségünk volt Orbán Viktort kérdezni. Mi úgy gondoljuk, hogy ezek a témák is fontosak. A készpénzvédelem mellett arra is rávilágítottunk, hogy a banki és postai szolgáltatások díja az elmúlt időszakban Magyarországon nőtt talán a harmadik legmagasabb mértékben az Európai Unióban, ami szintén az embereken lecsapódó költség, amelyeket szerintünk sokkal inkább kellene az extra profitot is lenyelő bankokra hárítani. Tehát van bőven olyan téma, amelyről megkérdeznénk Orbán Viktor, de én magam a gyermekvédelemről is beszéltem egyébként a kettőt. Mi is köszönjük szépen. Sajnos igen, elfogytak a perceink. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Duró Dóra volt a vendégünk, és Törencsényi Dávid kérdezett velünk, jön a Híradó Anitával.